Hát de... Bandi, te már kijátszottad a sztorit is, akkor mit csinálsz? Láttad, hogy játszottam a sztorit? Hát szerintem te már kijátszottad. Hát, konkrétan ezelőtt egy... két órával fejeztem be. Ja... Egyik ember két sörültem meg. Mind. De főgonoszokat úgymond. Ja, én se. Nem tudom, Michael-t meg Trevor-t megölni. A véleménye az lenne, hogy tulajdonképpen nem tudnál single-be játszani velük, nem? Végre. Győzök egyszer. Kivel vagy? Ja. Street-en-nál. De ez is él a szemteljes, nem is él. Végre. Viszont kisfiú, nem tudom, emlékszel arra a küldetésre, hogy egyáltalán azt az opciót választottad, de single player-es hisznél, hogy el kellett lopni egy ilyen cuccot, egy ilyen építkezési gépet, amivel lyukot kellett fúrni egy falba. Tudom, azt választottad-e. Mindenesetre én azt nem választottam. Nem tudom, ez még mi volt. Na mindegy, egy ilyen falfúró, valagút fúró, akárcsor a gép. Összelesik. Ha belém jött a... kellett lopni. Én azt olyat nem választottam. Elloptam azt, és a legközelebbi kapunk ki akarta menni. Egy rendes kerítés volt konkrétan. Kilő. És nem lehetett Nem lehetett lerombolni konkrétan, nem lehetett átmenni a kamionnal az olyan kerítésen, ami elméletileg lazán szétcsösszedne. Pedig vele szemben volt egy ugyanolyan kerítés, és az varázslatos módon lerombolott. És ezért kb. 4-szer kellett újra próbálnom a küldit, mert szeretne nem engedett át a kerítésen, szóval zseniális volt. Aztán végre sikerült. Kapjuk el! GT 6-ban megoldanak valami ilyesmi dinamikus fizikát, szóval például tankkal nem akarsz meg egy kis farönkbe. De nem, ez szerintem direkt van már így, mert minden GTA-ban ez van. Vagy csak lusták megcsinálni. Mi a fasz? Romboltó fizikát. Kevés dolog romboltó amúgy a GTA. Kevés dolog romboltó a GTA-ban. Konkrétan épülete szinte semmi. Hát engem nem zavar. Szerintem az a többet 130 giga lenne. Kb. Hát figyelj. 6 valószínűleg meg lesz, 100. Szerintem nem. Köszönöm is. Attól függ, mikor adják ki. Na, hogy mi lesz? Egyáltalán. Ja. Kitalálnának valami új ízét, amiritási... 2020. Megtippelem. Hát, jó, valószínűleg akkor. Még azt nem tudom, hogy mit fognak kiadni mégis. Mert sokan Londont remesgették. De... már leraktam, ne lőjetek. Nem érünk el. Várjál, mert nekem nincs is fegyverem már. Elfogyott. Valamint utána néztem. Menjetek a bőrön, menjetek a bőrön. Konkrétan utána néztem, és a GTA maga a szerver nem szar, mert a GTA-nak nincsen dedikált szervere. Hát nem, P2P-s. Azaz, peer-to-peer kapcsolat van. És síralom. Konkrétan lesokkolt, amikor megtudtam, masszus. Utána néztem. És nem egy. Legalább lenne, érted, olyan opció, hogy hostolsz egy dedikált szervert magadnak. Szóval, mit tudom, hogy hivatalosan, vagy bérelsz egyet a Rockstar-tól. Hát a modderek csinálják, tehát ez a vicc. Hát a másik vicc meg az, hogy most berakott a Rockstar egy olyan rendszert a játékba, hogy beraksz egy modot, azt a játék valamilyen utó módon érzékeli, és elküldi a Rockstar-nak, és kibannol. Hiába a single player-be játszasz egy moddal, hiába, mit tudom én, beraksz egy olyat, hogy tudjátok, van az, amikor egy setet így beszpamolsz a semmi közepébe, vagy bálnát. Vagy például, mit tudom én, autókat lövöldezzel a gépfegyveredből, stb. Lövedékek helyen. És egyszerűen kibannol. Hiába csak single-be használod. Érzékelő, hogy módosítottad a játék fájlait, és ennyi. És egy 5-6 órája adtak ki olyan közleményt, hogy single miatt nem bannolna. Ja, igen, ezt olvastam én is. Meg igen, az editort kiadják izére. Csomó izét olvastam, hogy csomó emberke reklamát konkrétan kibannolták, mert használt single player-be modot. Konkrétan a legtöbb emberke sírt, hogy FOV, Field of View modot használt. Ezért is ki lett bannolva, konkrétan látóterv. Látószög, akár micsoda, látóterv. Kisfiú, hol vagytok? Ha? Hol vagytok? Mindjárt megvárjuk. Óceánba. Konkrétan én nem merek kipróbálni modokat, pedig játszanék velük, csak nem merem kipróbálni.
Amúgy meg szerverekhez visszatérve. Egy is 260 millót küldtettek a játékra, gondolom az is benne volt a faktorban, hogy azért nem lesz szerver. Olyan nehéz lett volna amúgy rákötni plusz még 100 ezer dollár. Hát. Vagy pár százezer dollár, pár százezer. Egy is első nap már visszahozták az árát, szóval... Konkrétan a harmadik legtöbbet adott játék földön. Ja. Mondjuk így fejben nem vágom, hogy mi a másik kettő, de... Az egyik a kod, nem? De a kod az, azt hiszem sorozatban, nem? Ah, tehát így én összesen. Nem tudom. Vagy az, hogy 24 óra ott a legtöbb, nem tudom. Mesetre... Na. Mi? Winner. Mesetre a GTA, érted? Harmadik legtöbbet adott játék a földön, és egy dedikált szerverre nem futottam be nekik. Soha. Ennyire skúrok voltak, basszus. De azt hiszem a Max Payne 3-nál volt dedikált szerver. Ha jó játszott az a játéka, vagy 30 emberért. Ja. Nemrég vettem meg akcióba, 80%-osan senki nem volt fenn. Ilyen orosz csalók voltak csak. Amúgy az orosz csalók videó alatt vannak, pláne Cségóba. Nem vagyok Cségós játékos, de ahogy hallom, Cségót ellepik. Ne legyen már verseny. Azért hagytam abba. Na, nem csak az oroszok. Na de... Rangyelek is ott vannak. Azok már flémelnek orba szájba. De amúgy igen. World of Tanksban is nem tudom ismerősen nektek a játék. De? Igen is mondom. Fú, basz meg. Amennyi lengyel ott van, és az összes ilyen értelmi fogyatékos. Siemma. KTO Pluton. Azaz meg, mit tudom én, kurva. meg azért Dobrek Lenu. Ja, meg a csehek. Magyarok se jobbak, azok is hülyék. Igen, a magyarok. Konkrétan elkezdenek elhűlni. Régebben voltak normális magyarok, most meg egyre több a hülye magyar. Reklámozzák a játékot, és sok hülye gyerek megy játszom. Igen, konkrétan Discord channel. Én is ott hagytam egy fél éve a botot, mivel már nem bírtam tovább. Figyeld, ma mentem azt hiszem 21 meccset és 2-t nyertem. Na, az jó arány. Nekem ilyen 30 meccs 0 győzelem. Nekem a rekordom az 62. De és egy győzelemmel. Amúgy milyen szinten tolod? Pillanat. Basz, most, na vagyok, most kezdte el a trombolást. Van tízösem is, minden van. Nézdolom. De jól toltad, de jól toltad. Hát figyeld, nagyra jó, hogy az első 9-10-zer, ja? 9000 csatámat váltak 3 FPS-re. Régi laptop, 64 MB, izé, nem is dedikált memóriával, hanem... Az szép. 64 MB. 64 MB. Na, de síralom volt ugye a játék. De utóbbi időben megvan az így. Átlag... Azt hiszem, 1380. Jó. De amúgy igazából... Klámba voltál? Klámba voltál? Hát, ja, meg céljöztem is minden, viszont nem vagyok az a... APD 2, nem tudom, ismerősen. Mondom, én 6-szerben voltam, MP-ben meg vadában. A vadosok retardáltak konkrétan. Igen, amúgy azt tapasztaltam az egyik... gyerekkel, akivel szoktam szakaszozni. De fix hülyék, érted? Igen, egyszerűen CV-n olyan retardáltság meg, hogy mindennel foglalkoznak, csak azzal nem. Na mondom, ennél a régi lányom a 10 éves gyerek értelmesebb volt. És volt nap, hogy jóformán minden egyes csatában benne volt, minden egyes csatát, amit játszottam a szakasztársammal, ott volt legalább egy vados szakasz. És agyfaszt kaptunk konkrétan. Síralom volt. Nem tudom, ilyen nagyon-nagyon értelmi fogyatékos hangjuk van, vagy mi? Oh. Nem, felnőttek. Felnőttek? És teljesen értelmesnek tűnnek, legalábbis teljesen keresztül is. Játékban pedig ennyire trágyák vagy? Igen, olyasmi. Legalábbis én kis vadban az akadémia, az tényleg szarra nagy van, nem. Csak szakaszoztam. A faszom ki van, buzi shotgunos köcsök. Ami nagyon irritál az utóbbi időben a... ami nagyon irritál az utóbbi időben a vodba az a táras tankok. Az ideges, meg most már nerfelték a pontosságot, így még hát, szarabb tankok lettek, úgyhogy már elegem lett az egész. Figyelj, játszod azok az IS-hetemmel, ugyebár a tank, ami állítólag a kibaszott jó páncéllal rendelkezik, lövök egyet, lepattanok a T-50 heavy alsó lemezéről, mert miért ne,
az meg rám jön, és rám táraz kb. 2000 sebzést 6 másodperc alatt. Nehogy meghagy 10 fejesbe, bazd meg. Majd betölt 20 másodperc alatt, és megint rám ereszket. Majd rám eresztenek 2000. Persze, hát. Tárastan kuk DP-je, baszony, érted, ő 4000-et sebez, még én kétszer de... betöltök, és összesen sebzek max 800-at. Köszi. Vettidegestő szarságok vannak benne. Ez az. Még nem tudom, VTL 100-ról hallottál? Miről? VTL 100, Waffendrager 100. Jaj, persze. Fél éve hagytam abba. Mr. Mouse. Ja. Kitározva 6 másodperc alatt. Ja. Mondjuk most már nerfelték, de még mindig erős. Hát, még mindig kicsesz 2000 HP-t egy emberkéből. Az igen. Shotival. Hogy a gecibe szerzel shotgun-t meg? Azt látom, hogy ilyen mellett. Ilyen román cigány boltba a kolbászra jelenleg, így feldúlja magának, majd előhúzza. Minden találok, basz meg, csak kurva a shotgun-t. Na, golfütő, az kell nekem. Na, HK. Úgy gondolom, hogy 16. környéken leszek, szóval addig is időzzem. Jaj! User disconnected from your channel. Mind már onnan. Gyere le onnan. Már mindjárt lejön. Az igen. Játék igazságos. Csak a fejed látszott, kilőttem folyamatosan és semmi bajod. Hát te meg kettő testre kaptál kettő lövést mesterlövésszel. Ja, hát ezt mondom. Én kérek elnézést. Faszom, hát... olyan droppolásom van, hogy nem igaz. Nem azt, hanem a játék ilyen szarom, úgyhogy izé nem jelzi a headshotot sem mindig, se a testet, szóval így... Nincsenek jól megcsinálva ezek a modellek.